is. Mit? Jó, nyalókát. Hi, my name is Ich bin Erzsi. Van nyalóka. Ham. Nyalóka. Nyalóka. Ham. Kölyök, gyere már ide, ha nem tudok angolul, azt nem tudom megvenni neked a nyalókát. Haladjál már ide. Aj, anya. Hello. I want ham nyaló. Ember, hát te se te jársz iskolában, nem igaz, hogy nem tudsz angolul. Na, boy. Ide figyelj. See me. I, Erzsi, akkor, nyaló. Nyalóka. Ham. Oh. No, sorry, I don't understand. Nem hiszem el, mit nem lehet érteni, amit Erzsi kér. Mindjárt megyek! Nem te fizeted a vízzel, mozogjál ki fel, vagy belefolytalak a vízbe! Mindjárt megyek! Mi van? Megyek majd! Mondom, haladjál kifele! Mondom, nem hiszem el, hogy még mindig vagy bent vagy egy óra hosszáig, azt ki sem jöttél még azóta! Mi vagy te, hableány, hogy ilyen sokáig vagy bent? Mi van, hableány lettél, vagy mi van veled? Haladjál már kifele, mert esküszöm neked, rádugrok! Csacsi, ne szórakozzál, komolyan mondom, zárjad el fel azt a vizet, mert jönnek én is fürödni, haladjál! Még csak 5 perce vagyok bent! Hiszem, hogy még eddig bent vagy! Borotválkozok még! Borotválkozok! Na jó, akkor nagyon remélem neked, merem garantálni neked, hogy a szőrkupacodatonon eltakarítod, azt leengeded a csapba, mert nem fogok utánatok takarítani! Hát Erzsi vagyok, nem hülye! Fiam, figyelj, már mennék a papírírószerbe, és ugye már mindjárt kezdődik az iskola, vegyek valamit, vagy mit kell, hány darab füzetet kell venni, hány kockás, hány vonalas, hány tollat kell vennem, piros, zöld vagy kék, szóval ezt jó lenne most már összeírnod, mert mindjárt megyek a boltba, és egyébként az iskolatáskád még mindig megvan? Majd nem akarok iskolába menni, amúgy itt van a szekrénybe a táskám, szerintem még megvan. Hát nagyon sajnálom, fiam, ez van, ez dobta a gép, 2 hét múlva iskola kezdődik. Hol a táskád? Nézem akkor a szekrényet. Fú, kölyök, ebben nagyon büdös van ebben a szekrényben, nagyon büdös van. Majd nézzük, na itt a táska, úgy látom egész jó állapotban van. Jaj, drága jóstenem, mi ez a 3 hónapos tejét ebbe a táskába? Mi ez? Mi ez a száradt kenyér? Mi az a szerencse, hogy még a bogarak még nem petéztek ebbe a táskába bele, úgyhogy apukám vigyed, azt takarítsad ki fele, hát ezért bűzlik az egész szekrény. Nincs anya! Nincsen! Ha bemegyek a szobába, akkor se lesz! Elmond, hogy vakit a fény, tombol a nyel, egy földet ér, ne érdekel! Te hülyének akarsz nézni? Megkérdeztem, hogy van-e mosaton a szobában, azt mondtad, hogy nincsen, azt itt áll az asztalon! Van ebben a szobában, direkt megkérdeztem, hogy van-e valami, azt nincsen, fejedbe húzom! És egyébként ő felsége mikor szeretne esetleg kikelni az ágyból, mikor szeretne kitakarodni innen a szobából és segíteni a másiknak, mert már elpofáztam nem egyszer, nem kétszer, hogy Erzsi vagyok, nem hülye. Tehát jó lenne most már kelnél fölfele, Csacsika, ha segítenél. Nem tudom még, hogy mondjam neked el szépen, csúnyán, de te sehogy se érted meg, az biztos. Tehát mindegy lenne, ide szarnék a szoba közepére. Hát hogy néz ki ez a szoba? Mint a disznó ol. Ja, anya, megjöttem. Hello! Kikaptátok a témazárónak az eredményét? Aha! Gyere, mutasd! 4-es lett, jó? Aha! Ügyes vagy! Gyere, hagyd nézzem meg! Várjál, adom az ellenőrzőt. Hagyd nézem, olyan büszke vagyok rád, na hol van? Tényleg itt van, matematika 4-es, ez igen, fiam! És megdicsért. Aha! Azt mondta, ügyes vagyok. Hát sokat tanultam. Puskázni se puskáztam. Na ide figyeljél! Erzsi vagyok, nem hülye! Hát látom itt szemmel, láthatólag, ahogy 2-es jegyed át van írva 4-es, te kit akarsz hülyének nézni? Engem nézzél hülyének, mert rádugrok!
Elpofáztam neked, hogy tanuljál, ezért jársz magántanához. Én elhiszem, hogy mindenre van idő, mert te elfoglalt ember vagy, mert te éneket állandóan csak az életed az Instagramozásból, a TikTokozásból áll, de az, hogy tanuljál, arra nincs eszed, ugye? Arra nincs eszed, úgyhogy jobban jársz, behúzom most a szobába és elkezdesz tanulni, és holnap jelentkezel a tanárnőnek, hogy te szeretnél javítani, mert nekem nem fogsz ilyen jegyeket hazahozni, úgyhogy takarodj befele! Én ezt tényleg nem értem, komolyan mondom, hát a picsám szem, mint ez, hát mi ez, de komolyan? Hozahoz nekem ide ketteseket! Hozahoz nekem kettes jegyeket, mert hogy ő a csacsika! Ó, oh, nem mondtam, hogy ne takaríts a szobámba, minek takarítasz? Nem láttad a fájdalom csillapítómat? Ide tettem, hol van? Hogy mondod, fiam? Semmit nem találtam, de Erzsi nagyon jót érez, minket sárkány! Gyerünk! Gyerünk! Segítettek neki, miért nem kell neki segíteni? Elpofázta 20 000-szer, hogy menjél. Azt mondta, hogy ad 2 percet, ha nem mész ki, ráül a szárra, hogyha szerintem ettől menekülj meg, úgyhogy menjél kifele, hogy segítsél neki. Hányszor kell még elmondani? Nem igaz, hogy itthon vagy, hogy semmit nem csinálsz. Mozogjál! Na! Megyek! Anya, légy szíves, figyelj már! Mi? Kapogni ki fog, bázd meg! Ó, bocsi, na figyelj, azt akarom neked mondani, hogy légy szíves, ne tegyél ki semmit Facebookra, se, sehova ne jelöljél meg semmit, meg ne küldjél nekem önüzeneteket, hogy küldjél ezt 10 embernek, és akkor szerencséd lesz, meg ilyenek, ne küldjél nekem, anya, ilyeneket, meg ne jelölgessél meg sehova, mert ez tök gáz. Azt a betyák istenit neki! Te hozzám beszélsz komolyan? Na ide figyeljél nekem, ne pofázzál és ne mondnak, hogy én mit tegyek ki Facebookra, mert azt teszek ki, amit akarok. És elvileg még én az anyád vagyok, szóval engem te ne szégyeljél, és ne magyarázzál nekem, hogy miket csináljak. És igen, én hiszek ilyen ebben, hogy ha 10 embernek elküldöm a dolgot, akkor igenis szerencsém lesz. Mert képzeld el, szerencsém volt, mert képzeld el, elküldtem neked azt, hogy tudod, hogy szerencséd lesz, elküldtem, és nyertem a kaparós sors, hogy ilyen 200 forintot. Úgyhogy nekem ne pofázzál, mert igenis ennek van valóság alapja, amit én csinálok. Inkább annak nincsen valóság alapja, hogy te kiteszed anyádat mindenféle TikTokra, meg országvilág látja, és te meg előadod magad, mint egy nagy művész csacsika, úgyhogy nekem te ne magyarázzál, mert én tudom, mit csinálok. És most pedig el fogok számolni 3-ig, és hogyha nem húzol ki, rád fogok ugrani. 1. Most azonnal menjek ki fele, 2. Mondom, menjél kifele, 3! Ajtót bezárni! Még nem mondja nekem, hogy mit csinálok Facebookon. Hát még kilátott, hát komolyan mondom, még nekem magyaráz, és nekem mondja meg, hogy én mit tegyek ki Facebookra. Nehogy már nekem egy kis szartaknyos kölyök magyarázó, hogy mit tegyek ki 41 éves létemre. Tehát azt teszek ki, amit akarok. Tehát, hogyha én itt élem ki magam Facebookon, akkor itt fogom magam kiélni. Szia, anya, megjöttem. Mondjad? Mondom, kikaptátok a történelem dolgozatot? Hát igen, ki? 2. Hogy mi bajod van? Hanyas lett?
De nyugodjál le, mert talán ezt a lehet javítani, és egyébként mindenkinek kettes lett, volt akinek egyes, kettestől senkinek se lett jobb, úgyhogy nyugodjál meg, nem kell vergődni. Na ide figyeljél, engem nem érdekel, abszolút nem érdekel, hogy kinek hanyas lett, engem csak te érdekelsz, pont leszarom, hogy kinek lett 1-es, 2-es, 5-ös, 4-es, 3-as, nem érdekel. Elmondtam már neked, hogy nem mással foglalkozzál, hanem saját magaddal. Nem tudom, hogy miért vagy ilyen felszarvazott marha, hogy eljársz külön órára, eljársz tanárhoz, adok oda neked pénzt, hogy menjél el tanárnőhöz, és akkor erre nem vagy hajlandó, hogy legalább egy 4-es szerezzél. Ja, megjöttem, kikaptuk a dolgozatot, 4-es lett. Nagyon ügyes vagy, és a többieknek hanyas lett? 5-ös, 4-es. Mi van? Neked miért nem lehetett akkor 5-ös? Miért nem? Miért nem tudsz egy kicsit jobban odafigyelni az órán, ha már többinek 5-ös lett? Engem ne szégyenítsél, kölyök, ne szégyenítsél, jobban járunk. Hogyha többiek meg tudták írni 5-ösre, akkor te miért nem tudtad megírni 5-ösre? Táncolj, táncolj! Táncolj, forró véled, üzzön téged, úgy éges, lángolj, lángolj, hiszben... Fiam! Fiam! Miért nem jöttél még hazafele? Megbeszéltük a 11 olyanitom, hogy fiam! Hú, ez jó zene! Hú! Anya, te mit keresel? Menj már innen, hát bulizok! Menj már innen, anya, ne égessé már a barátaim előtt, menj már innen! Hogy megy, anyád? Hát ez a kedvenc zenéje! Éges, lángolj, lángolj, táncolj! Hú! Nyomjál, fiam! Táncolj, táncolj, táncolj! Hú! Táncolj, forró véled, üsszed téged, úgy éges, lángolj, lángolj! Anya, elrontod a bulimat! Miért jöttél ide? Már komolyan mondom, hogy nem vesz ketchupot, elmondtam már neki, vegyen ketchupot. Te már megint mind károksz, nincs ketchup, hát dehogy nincs, meg kéne ütögetni egy kicsit. Fejedem velem, nincs ez a ketchupot, nincs egy ketchup, hát tegnap vettem, hova eszitek már? Itt van egyed a ketchupot, mert neked a bírbe mindig a ketchup kéne. A ketchup, a ketchup. Ja, anya, megjöttem. Ali, állj. Most szépen letakarítod a cipőt magadról, és úgy jössz be a lakásba. Most lett tök kitakarítva. Erzsi vagyok, nem hülye. Nem fogok még egyszer takarítani. Én mondom, hogy nem lehet kultúráltan viselkedni ebbe a házba. Mert esküszöm neked, ezzel foglak megfésülni, ezzel a söprűvel. Vegyed le fele! Hogy mondod? Pillanat! De nem! Nincs pill! Nincs pill! Ez olyan, mint hogyha én szülés közben azt mondtam volna a szülésznek, hogy pilla! Tehát, hogy álljunk már meg egy szóra! Én se kértem pillanatot ott! Egyből kipattyantál!